A tavasz a madaraknál a szerelmet és a párválasztást jelenti. Ilyenkor a hímek díszes nászruhát öltenek és megpróbálják elkápráztatni a tojókat. Ez alkalomból hirdett pályázatot a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület, melynek célja megmutatni, milyen szépek hazánk madarai. Gyurgyalag rajzpályázatunkra tavalyi évben több száz pályamunka érkezett, óvodás, alsó és felső tagozatos kategóriában. Ez adta az ötletet, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel idén tavasszal is legyen pályázat. A cél megmutatni, hogy milyen szépek is tudnak lenni hazánk ünneplőbe öltözött madarai. Több kategória is van, az egyik a vers, illetve van egy mese, történetíró pályázat és egy rajzpályázat. A témakörök a következők. Óvodásoknak, alsó és felső tagozatosoknak rajzpályázat. Általános iskolásoknak és 14 év feletti kategóriában verspályázat, illetve általános iskolai és 14 év feletti kategóriában mese és történetíró pályázat formájában várják az alkotásokat március 15-éig. Természetesen várjuk a pályamunkákat úgy is, hogy minden egyes kategóriában lehet pályázni, tehát hogyha valaki szeretne rajzzal, illetve verssel, akkor erre is van lehetőség. A pályázatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület címére várják. A borítékra feltétlenül kerüljön rá ünneplőbe öltözött madaraink. További információk az mme.hu honlapon. Április 1-én lesz az eredményhirdetés, 3-3 díjazott van, illetve ezen fölül, mivel a Madártani Egyesület most 40 éves, ezért 40 darab kitűzőt is a legjobb 40-nek még felajánlottunk. A panelprogram keretében szépen sorban kapnak új köntöst a régi szürke lakóépületek. Azonban az épülettulajdonosok és a kivitelezők sincsenek tisztában azzal, hogy a védett fecskék fészkeinek eltávolítása, valamint a denevérek lakóüregeinek megszüntetése engedélyköteles. Alapvetően a fecskék, illetve a denevérek búvóhelyét ugye nem lehet eltávolítani. Fecskefészkeket sem szabad leverni, sajnálatos módon azonban nagyon sokan megteszik ezt, bár törvénybe ütközik. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a falfelújítások veszélyeztethetik a természetvédelmi oltalom alatt álló fecskéket és denevéreket, ezért a munkálatok megtervezésekor figyelembe kell venni az erre vonatkozó jogszabályokat is. A fecskefészkek eltávolítására, illetve a denevéreknél például panelprogram esetén, hogyha a szigetelést meg akarjuk oldani, akkor ez engedélyköteles, és a területileg illetékes zöld hatóságnál lehet erre kérni engedélyt. Az elbírálási idő ugye a hivatali időszaknak megfelelő, tehát időben kérjük meg, és ebben az esetben, hogyha ezt megkapjuk, akkor egy bizonyos időszakban, ez a honlapunkon fönn is van tüntetve, megtehető hivatalosan az eltávolítása. Ez természetesen a költési időszakon kívül esik. A fecskefészkek eltávolítására március 31-éig van lehetőség. A szükséges engedélyek beszerzése időigényes, ezért időben kell elindítani a hivatali folyamatot. Ha sarlós fecske a panelneknek a kis lyukaiba költ bele, és sajnos, hogyha ezt befoltozzák a panelprogram kapcsán, akkor a költőhelyén megszűnnek. A molnár fecskénél, a füsti fecskénél sárfészket épít, mind a kettő faj, és hogyha ezt leverik, és megszüntetik a fecskefészket, akkor ugye nincs hol költenie. A fecskefészek leverése a költési időszakban fokozottan elítélendő, és ellentmond a józan észnek is. Hiszen a fészekben lakó fiókák, illetve a költőmadarak gyakran sokáig szenvedve, vergődve a földön pusztulnak el. A denevérek egyik kedvelt búvóhelye ott van az ablakunk felett, ez pedig a redőnytok. A redőnytok ugye nagyon apró kis rései behúzódnak be a denevérek, illetve a sarlós fecskék is a szellőző lyukakba költenek bele. Denevér költözött a redőnytokba, én pedig felhúzom a redőnyt. Kialakítása véget nem biztos, hogy ha föltekerem, akkor problémát okoz, mert olyan apró kis állatokról van szó, amelyek elférnek olyan picikek is helyen, hogy nem lesz probléma, de előfordulhat. A szakemberek kidolgoztak pár ötletes lehetőséget a fecskék és denevérek fészkelőhelyeinek megőrzésére. Most vegyük szép sorban ezeket. A
fészkek tatarozásához sarat használnak a fecskék, és sárgyűjtőhely kialakításával, vagy akár fecske műfészek kihelyezésével tudják segíteni a megtelepülésüket, sőt, van denevéreknek denevérodú is. Hogyha ezt kihelyezik, akkor szintén segítjük a munkájukat. Ezek a mesterséges fecskefészkek égetett cserép alapanyagúak. A függőleges hátfalon található két furaton keresztül könnyedén rögzíthetjük szögeléssel vagy csavarok segítségével fára, tégla és betonfalra. A Molnár fecskeódút a plafonig tolva, a Sarlós fecskeódút 8-10 cm-rel lentebb rögzítsük. Panellakások erkélyén is, illetve akár egy ablakkiszögelésben is kihelyezhetőek ezek, minden további nélkül, szakértelmet külön nem igényelnek, és akár a denevérek, illetve akár a fecskék számára itt tudunk segíteni. Fecskefészek van az erkélyemen, de még mindig nem szeretnék madárkakát takarítani. Természetesen, aki eszik, az ugye piszkít is, ennek megfelelően ők is. Egy fecske, úgynevezett fecskepelenkát helyezünk ki, ami gyakorlatilag a lehulló ürüléket felfogja. A szakemberek a denevérekre is gondoltak. Nekik fából az alján nyitott, kapaszkodást segítő lamellákkal ellátott odut terveztek, amiben akár 20-30 denevér is pihenhet egyszerre. A fenntartók, tehát akik felújítják a lakásokat, az ő rendelkezésükre is áll, hiszen hogyha eltávolítják a különböző fecskefészkeket, akkor pótláskorról adott esetben a zöld hatóság is igényt nyújthat be, hogy pótolni kell, és akkor ilyen esetben fecskeműfészket lehet kihelyezni. A Rókahegyi bánya 1977 óta fővárosi helyi védettségű terület. A bányaudvarokban, illetve környezetükben több védett és fokozottan védett növény és állatfaj élőhelye található, ezért a kijelölt sétautakról letérni nem szabad. Szabadon látogatható bárki számára a terület, természetesen a megfelelő, úgymond iratlan és írott szabályok szerint. Az elsőfokú természetvédelmi hatóság a Rókahegyi bánya helyi jelentőségű természetvédelmi területen részleges sziklamászási és látogatási tilalmat rendelt el. A sziklamászás a felső bányaudvar nyugati falát és annak 50 méteres körzetét érinti. A tilalommal érintett falszakaszt gyalogosan megközelíteni, illetve arra felmászni, vagy a felső pereme felől megközelíteni tilos. Ez fontos tudni, hogy a sziklamászókat sem korlátozzák teljes mértékben, ugyanis ettől kívüleső területeken továbbra is szabad sziklát mászni. Erről azért érdemes érdeklődni a pontos helyszínről a hatóságnál, az önkormányzatnál, illetve a természetvédelmi őröknél. A Budai hegység fővároshoz közeli részén három pár hollófészkel. A Rókahegyi hollópár tavaly egy fiókát nevelt. Napjainkban vajon igaz még a régi mondás? Ritka, mint a fehér holló. Akkor, amikor én elkezdtem madarászni 1989-ben, akkor egyetlen egy pár holló volt az egész budai tájvédelmi körzetben, tehát itt Pest környezetében nem igazán volt jellemző a holló, és azt is nagyon titkolták, hogy hol van. Mert akkoriban igazi ritkaság volt még, és az eltelt negyed évszázad alatt, 25 év alatt gyakorlatilag robbanásszerűen megnőtt az állománya a hollónak. Szinte most már mindenhol fellelhető, nem csak a hegyvidéken, a dombvidéken, hanem a síkvidéki területekre is lehúzódott, és gyakorlatilag most már szinte mindenhol találkozhatunk hollóval. Ez még nem jelenti azt, hogy gyakori madár, még továbbra is ritkának nevezhető, de lényegesen elterjedtebb lett az elmúlt 25 év alatt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a tendencia tovább fog növekedni, de a hollóról elmondhatjuk, hogy mivel hatalmas területet ural egy pár, soha nem lesz igazán gyakori az országban. A holló az elmúlt másfél évtizedben szokott be a városba, ami a varjúfélékre mostanában igen jellemző. Lehet hihetetlenül hangzik, de bizony a holló énekes madár. Amennyiben a Rókahegyi bányába tervezünk kirándulást, ne feledjünk érdeklődni a szakhatóságoknál. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!